Sziasztok! Üdv ismét az autóból! Ma csütörtök van, és itt van velem, vajon ki? Tamás! Hello! Csinibe vagyunk egyébként, és úgy látom, hogy egy csíkon van az aksim, úgyhogy lehet, hogy ez a videó megint kuka lesz, ugyanis felvettem egy hajfestőset, az is kuka lett. Se fókusz nem volt, se semmi, úgyhogy tényleg már nagyon elegem van ebből a kamerából, nem tudom, mikor fogok tudni venni újat. Szóval a lényeg, hogy ma van ugye 5.-27. csütörtök, és megyünk Vácra az Apor-Vilmos Katolikus Főiskolára alkalmassági vizsgára. Az állít meg egy egészségügyi alkalmassági vizsgából, illetve egy felvételi elbeszélgetésből, hogy meggyőződjenek róla, hogy nem vagyok fogykos, nagyjából erről szól. Ez ugye ahhoz kell, hogy én januárban eldöntöttem, hogy szeretnék tovább tanulni, és jelentkeztem egészségügyi érettségére, ugye az, erről volt szó az előző videóban, illetve megint nem vagyok fókuszban, nyilván mindegy. Lehet, hogy újra veszem a Tomika telefonjával, majd meglátom. Szóval, igen, tehát jelentkeztem emelt szintű egészségügyi érettségére, és akkor a SOTI-t jelöltem meg első helyen, de valószínű, hogy az sajnos esélytelen lesz, ugye, mint ahogy az előző videóban is mondtam. Illetve jelentkeztem még erre a csecsemős kisgyermeknevelős képzése is, szintén levelezőre, és szerintem 90%-ig úgy érzem, hogy az lesz, hogy oda fognak fölvenni, hova most megyünk, és nem az államilag támogatottra, hanem a költségtérítésesre. És kicsit elbizonytalanodtam, mert megnéztem, hogy milyen órarendje van azoknak, akik már most oda járnak, és semmi köze igazából az egészségügyhöz, tehát van benne pszichológia, meg magyar irodalom, meg fejlődéstan, meg romológia, meg tehát ilyen szárazabb humán tárgyak vannak benne. És én ugye meg az egészségügyi vonalat szeretném. Úgyhogy meglátom, az is lehet, hogy itt a felvesznek, és akkor elkezdem itt az első évet, és akkor utána meg majd még következő májusában megpróbálok különböző vizsgát tenni a SOTI-ra, nem tudom, hogy hogy lesz, de szeretnék legalább bekerülni végre valahova, ami legalább érdekel. Tehát ez is érdekel, és tetszik is, csak nem ezt szeretném csinálni leginkább, hanem tényleg szeretnék ember, csúnyán fogalmaz a vér közelbe lenni, szóval értitek. Úgyhogy most megyünk oda, 8-kor indultunk, 10-re van, 10-re kell odaérni, de egyébként egy másfél óra durván, mert mondom, Vácra megyünk, és azért Érdről az, tehát 60 kötője 90 km. Úgyhogy majd jelentkezek utána, addig is köszönöm szépen, hogy megnéztetek. Na hát hazaértünk, csak gyorsan leültem nektek elmondani, hogy mi volt, hogy volt. De már nagyon éhesek vagyunk, és nagyon elfáradtunk, és nagyjából 3 órát utaztunk. Olyan dugó volt a városban, hogy hagyjuk. Tehát az M0-án vitt volna, az lett volna időben jobb, viszont 90 km, így 60 körül volt. 55-60. Szóval bementem a suliba, ugye Vácon voltam az Apor-Vilmos főiskolám, szerencsélyből találtunk parkolóhelyet, ami megvárt a kocsiba, akkor ott kidöltöttem egy Covid nyilatkozatot a portán, és akkor utána felmentem a második emeletre, és akkor megláttam, hogy a folyosón ki voltak ugye rakva székek, hogy mennyi ember van, és ásorva, hát én így néztem, hogy itt órákig itt leszek, mindegy, és akkor Don Bosco terembe kellett menni, úgyhogy ott szépen vártam a sorromra, és hát csúnyán fogalmazza, de bepofátlankodtam valaki elé, mondtam, hogy sietek, stb. És akkor bementem, alapból szomjas voltam, mert nem maradt a kocsiba a víz, plusz izgultam is, tehát nem úgy beszéltem, ahogy most. És bementem, akkor ott volt egy bizottság, 3 idősebb hölgyből állt, kedvesek voltak meg minden, és akkor szemben, mint egy vallató, elsik be egy cég asztala, és akkor mondták, hogy üljek le, akkor pár szót kellett mondani magamról, akkor mondták, hogy ebből semmit nem értettek, és lassabban, mondom, ez így jó lesz, mindegy, és akkor kaptam egy könyvet, amiből fel kellett olvasni, abba egyszer belejavítottak, meg mondták, hogy probléma van az S meg az S betűmmel, ami egyébként nem így van, csak mondtam, hogy rohadtul izgultam, és azért mondattak velem ki többször olyan szavakat, amiket egyébként tökéletesen kiejtek, és akkor mondták, hogy hát könyv előtt olvasgassak föl hangosan, könyvvel a kezembe tükör előtt, vagy vegyem fel, ahogy beszélek, és akkor nem akartam mondani, hogy videózok, és nincs probléma a beszéddel. Ha szerintetek van, akkor írjátok meg kommentben, és majd gyakorolok.
Szóval, ja, ennyi volt az egész. 8-kor indultunk, mint mondtam, 9:30 után pár perccel értünk oda, egyből fel is mentem, és akkor 10:30-kor már a kocsiba ültem, megint nem vagyok fókuszba. És akkor kezdődött a forgalmi dugó, nyilván, de hazaértünk, most értünk haza, most fogunk enni, ráírtak a papírra, hogy megfelelt, akkor utána azt be kellett adni a tanulmányosztályra, és ja, kb. Ennyi, úgyhogy most már csak várom az időpontokat, hogy mikor mi derül ki. Ugye az érettség eredménye az júni 17-én derül ki, az még egy örökké valóság, 3 hét, a pont a terv meg olyan júli 22 körül, hát hogyha 3-as lesz az érettségim, akkor mint mondtam, ez az egész megy a levesbe. De reméljük nem így lesz, úgyhogy végre átöltözök, megiszok egy kávét, és akkor majd jövök hasonló témában is, hogyha érdekel titeket videóval még. Úgyhogy köszönöm, hogy megnéztetek, iratkozzatok fel a csatornára, legyetek jók, sziasztok!